Bemutatjuk az Öreg című bűnügyi filmsorozatot. Séta a tejúton. Papa, mióta vagy már megint itt fenn? Miért nem az ágyadban alszol? Papa? Papa? Mondd, normális vagy? Már csak egy tüdőgyulladás hiányzik neked. Hagyj nyitva az ablakot. Hány óra? 8:45, és 10-re itt lesz Ben. A két fényképezőgépért megcsináltad? Á, igen, Ben. Mi kell neki? A két fényképezőgép, amit múlt szerdára ígértél, és ma vasárnap van. Na és? Vasárnap is nyitva tart? Nem. De holnap hétfő, és nem ámíthatja tovább a kuncsatjait. És különben is szerdára ígérted. Blá, hagyd már a pörlekedést, Helga. Ezt nézd meg. Ezt a csodát. Az új ezres teleszkópom. Ma éjjel karnyújtásnyira hozta nekem a Jupiter holdjait. És nappal kényelmesen nézhetett innen... Jaj, papa, nem érek rá! Megint itt akarsz reggelizni ebben a hidegben? Nincs étvágyam. De egy tea jó lesne. Helga, gyere! Gyere! Kukucskálj bele! Na! Minden részletet felismerhetsz. Na, mit látsz? Építkezési területet. És egy kocsit. Tippelj, milyen távolságban van? Gőzöm sincs. Majd egy kilométer. Jó, óriási, gratulálok. És ezek után mit mondjak bennek? Mi lesz a két javítással? Még ma megcsinálom. Estére meg lesz. Ben. Köszönöm. Kérem. Jó reggelt. Jó reggelt. Tudna segíteni? Nem vagyok szerelő. És a műhely is zárva van. Vasárnap van. Fontos találkozón van az építkezésen, alig 5 percnyire. Oda vinne? Sajnos nem megy. Egyedül vagyok. Legalább hívjon egy taxit. Azt megtehetem.
rendőrség. Igen. Itt a rendőrség. Beszéljen. Kérem, gyilkosság történt. Mi? Gyilkosság! Az imént. Ledobtak egy embert egy toronyházból. Itt az építkezésnél, a Berliner Strasse-n. Pontosan hol? A Berliner Strasse-n. Hát úgy, a vége felé. Menjenek oda azonnal, nagyon siessenek. Ám bár segíteni már úgysem tudnak. Most már mindehez késő. Szedje össze magát. Tudna közelebb itt mondani? Pontosan mit látott? Tessék? Lesz szíves a nevét és a címét. A nevét és a címét. Nem. Nem érti a nevét, kérem, és a címét. Ne. Halló, ott van még? Jelentkezzék. Igen. Amennyiben nem akarja megnevezni magát, legalább azt mondja meg, kérem, hogyha... Gyújtást! Na ugye? Tele kérem! Normálla! Azonnal! Mennyi? Adja csak, semmiség! Neve Ulrich Erdmann, 51 éves, építési vállalkozó. Onnan zuhant le? Feltehetőleg 8:50-kor. Valaki egy gyilkosságot jelentett, aztán letette, anélkül, hogy bemondta volna a nevét. De a nyombiztosítók szerint baleset is lehetett. Eltört egy létrafok. Ott, az építmény peremén. Csak a letaposott hó használhatatlanná tette a nyomokat. Mit kereshetett az odafönt vasárnap reggel? Találkozója volt. A társával. Aki egy defekt miatt késve érkezett, és mire megjött, már itt volt az őrjárat. Hol van most az a társ? Oda át a barakban. Teljes sokban. A halott a sógora volt. Na, menjünk hozzá. Azt hiszem, Weiser doktor már végzett. Jó. Hallgassuk meg előbb akkor a doktort. Miért nem maradtál mindjárt len? Csak felhoztam valamit. Itt a reggelit. Hova tehetem? Tedd csak ide. 10 perc múlva 10. Ben mindjárt itt lesz. Legalább pár szót beszélhetnél vele. Hagyj békén, itt van dolgom. Teljesen becsavarodtál. Liba. Itt van. Jó napot, Mogge úr. Maradjon csak fekve. Nem kér orvost? Nem. Már rendben vagyok. Bűnügyi rendőrség? Igen, Köster a nevem. Ő meg a kollégám, Heyman. Jó napot. Beszélgethetnénk egy percig, Mogge úr. Igen. Leülhetünk? Természetesen. Köszönjük. Bocsássanak meg. De ez a csapás szörnyen megviselt. Itt volt találkozója Erdmann úrral? Igen. 9-re. De defektet kaptam, és mikor 9:45-kor ideértem, Ulrich kocsija mellett már ott volt a rendőrség. Ő pedig... Hisz tudja. Ön szerint hogyan történhetett? A mi szakmánkban az ilyen balesetek nem ritkák. Ez igaz. De ha az áldozat ennyire közel állt... Bocsánat. Társa volt önnek? Társam, sógorom, barátom.
Egy nővérpárt vettünk el. Az após tetőfedőmester volt. Akkoriban 12 emberrel dolgozott. És hogy áll most a cég? Ma a szakma élvonalában állunk. 140-en dolgoznak nálunk. A vasárnapokon kívül? Igen. De a két főnök mégis vasárnap reggel 9-kor akart itt találkozni. Egy vállalkozónak sosincs pihenőnapja. Legkevésbé építkezésnél. Konkrétan mi volt a találkozás célja? Egy újfajta szigetelőanyag, amellyel a költségeket lényegesen csökkenthettük volna. A régivel komoly veszteségeink voltak. Fellazuló tetők, kártérítési igények, amelyek visszafizetési kötelezettséggel jártak. Igen. Ezért beszéltük meg tegnap este, hogy ma a helyszínen megvizsgáljuk ezt az új anyagot. Istenem. Bocsásson meg egy percre, Mogge úr. Beszélni szeretne veled. Most nem érek rá. Mondd, hogy holnap reggel jöhet a gépeiért. Mondd meg te, veled akar beszélni. Azt mondta, ez így nem megy tovább. Tiszta vizet akar önteni a pohárba. Tiszta vizet? Miért eddig piszkos volt? Lejössz vagy sem? Jó, megyek 5 perc múlva. Annál közben egy csésze kávét, vagy ilyesmit. Jó, csinálok. Röviden, 3 lehetőség van. Baleset, gyilkosság vagy öngyilkosság. Melyiket tartjátok a legvalószínűbbnek? Egyiket se. A nyombiztosítás egyforma valószínűséggel utal mindháromra. A létrafok eltörhetett egy ember súlya alatt, de szándékosan is eltörhették. Tehette ő maga az öngyilkosság leplezésére, és tehette a gyilkos a megtévesztésünkre. Utána lehet nézni, hogy korhatta a létrafok. Épp most vizsgáljuk. Köszönöm. Hát nem mondom. Még egy probléma, Mogge úr. Erdmanné. Ki mondja meg neki? Igen. Karola. Ki mondja meg? Hát igen. Ön vagy a felesége? Ő 4 éve halott. Vagy úgy. Természetesen együtt is mehetünk. Jó, akár már is. Mehetünk? Hová? Edmannéhoz. Lehet. Itt már nagyjából végeztünk, fenn a tető alatt is. Tudják már? Úgy értem, találtak már magyarázatot rá? Sajnos nem csak egyet. Pofára baleset volt. Pofára? Ezt hogy értsem? Hát lehetett öngyilkosság is. Micsoda? Az. Csukd be, jó? Ön a cég komoly veszteségeiről beszélt, kártérítési kötelezettségekről, stb. Nem. Öngyilkosság az ki van zárva. Annyira rosszul nem állunk. Egy 600 000-es bankhitel már-már a kezünkben van. És egyáltalán Ulrich nem volt egy öngyilkos típus. Már vallási okokból sem. Nem, az ki van zárva. Jó, csak egy feltevés volt. A harmadik lehetőség a gyilkosság. Ezt komolyan mondja? Milyen alapon? Valaki felhívta a rendőrséget. Mikor? A zuhanás után, közvetlenül a sógora lezuhanása után. Ő gyilkosságról beszélt, és a házat és az utcát is megjelölte. Ezért vagyunk mi itt, Mogge úr. Egy szemtanú? Ki? Azt nem tudjuk, nem árult el. És ilyenkor mit tesznek? Nem próbálják a hívót megtalálni? De igen, természetesen megpróbáljuk. Mehetünk Erdmannéhoz? Igen. Köszönöm. Apa, figyelsz rá egyáltalán? Persze.
Úgy. Akkor mondd meg, miről beszélt. Hogy miről beszélt? A drogériájáról. Mit is akarsz? Kibővíteni vagy eladni? Mintha csak a falnak beszélt volna. Téged csak a tejút, a távcsöved, meg a sötét kamrád érdekel. Ha én mondok neked valamit, vagy Ben mond valamit, olyan akkor... átkozottul halkan beszél. Tudod, hogy a hallásom nincs egészen rendben. Miért nem beszél hangosabban? Miért nem beszélsz hangosabban? Mire vársz? Csap végre az asztalra. Helga, mi értelme? Az apádat úgyse érdeklem. Jaj, hagyd abba! Hallani sem bírom tovább. Az idegeimre mentek. Mind a ketten. Jól van, Ben, még ma megjavítom a gépeidet. Este felé eljöhetsz értük. Nem mennél velünk? Helga, miért nem hívod meg Bent vacsorára? Mert van már más meghívása. Aha. A leendő feleségéhez. Mi? Hogyan? Tréfász, igaz? Nem. Korrád, ez komoly. Feladtam egy hirdetést, hogy pénzes asszonyt keresek. Úgy tűnik, bevált. Na de, hogy képzeled ezt? Te és Helga már mióta egymáshoz tartoztak? Épp ez az. Túl régóta. Helga veled él. Szükséged van rá, ezt belátom, de magamra is kell gondolnom. Mit jelentsen ez? Nem tolhatod Helgát egyszeribe félre, mint egy ócska bútort. De miért ne? És nem is haragszom érte. Épp elég régóta vagyunk jegyesek. És ő épp elég rég bérlő. És most eladná neki az öreg Gabrielné a drogériát. De bennek nincs elég pénze. Pillanat. Mennyi? Mennyit kér ez a Gabrielné? 85 ezeret. De nekem csak 20 van. Szóval még 65 kéne. Gyerekek. Nem szabad elsietni a dolgot. Ben, egy ilyen érdekházasság nem végződhet jól. Te is tudod, fiacskám, nem lehetsz boldog. Várj még egy kicsit. Várjak. Mire várjak? 30 éves vagyok már. Ha most nem sikerül, akkor soha. Mondd le ezt a mai estét, Ben. Higgyél nekem, találunk majd valamilyen megoldást. Én felhajtom azt a hiányzó pénzt. Csak egy kis időt hagyd nekem. Rendben? Apa ugyanis lottózik. Minden szombaton. 6 márkáért. De nekem nincs több időm. Mindent megpróbálok, hogy a saját lábomra állhassak. Abból a szigetelőanyag közvetítésből sem lesz semmi. Miféle szigetelőanyag? Azt hittem drogériád van. Igen, de mindenképp pénzhez kell jutnom. Felejtsd el. Karola, hallasz engem? Karola, mondj már valamit. Mondj valamit. Nyugodj meg. Karola. Hívjam a házi orvost. Szörnyű baleset volt. Másfél órája történt. Lezuhant, megcsúszott a létrán, és lezuhant. És te? Ott voltál vele? Mire odaértem, már megtörtént. Van még kérdésük a sógornőmhez? Hát volna még egy-kettő, de nem akarom terhelni. Erdmanné eljöhet holnap az irodámba. Nem, nem. Kérdezzen. Essünk túl rajta. Kérem. Kaptunk egy névtelen telefont. Mindjárt a zuhanás után. Hogy gyilkosság történt. Ön ezt komolyan veszi? Tudomásul veszem. Voltak a férjének ellenségei? Ellenségei? Nem tudok róla. Őt mindenki szerette.
Ez a ma reggeli találkozó az építkezésen. Ön tudott róla. Tudott Mogge úr és Erdmann úr. Tudott még valaki róla? Senki más. Legalábbis tőlem nem. Tőlem sem, Köster úr. Helyes. Hát akkor mára végeztünk is. Engedje meg, hogy legőszintébb részvétemet nyilvánítsam. Én is. Kikísérem önöket. Hívom az orvost. Jó. Nyugodjon meg, nincs semmi baj. Mit keresel itt? Odaállt, lezuhant valaki. Délben mondta be a rádió. De hát, egy lélek se látható az építkezésen. Vasárnap van. Honnan veszed, hogy pont ezen az építkezésen? Azt mondták, hogy a Berliner Strasse-n. Más nem? Nem. Nem elég? A Berliner Strasse-n még jó pár ilyen építkezés van. Na, mi az van, nem ebédelünk? Negyed óra múlva. És megint ide kéred. Igen, itt maradok. Tessék, hozzá se nyúltál a reggelihez. Csak tudnám, miért töröm magam nap, mint nap a konyhában. Maderholz úr, mit keres itt? Szolgálatban van? Ahogy vesszük. Hát maga? Ahogy vesszük. Matematik. És rövidesen az egész ügy feledésben erül. Vagy tud valami újat? Nem sokat. És maguk? Hogy állnak? A biztosítójuknak fizetnie kell? Úgy néz ki. Egy 500 000. És amennyiben baleset volt, a dupláját. Aha. Mondja. Gyilkosságra gyanakszik? Foglalkozunk a gondolattal. Öngyilkosság jobb lenne maguknak, igaz? Világos. Ki ne szeretne pénzt megtakarítani? De most őszintén, milyenek az esélyeink? Hát, tudja, kedves Maderholz, az esélyeink néha jobbak, mint elképzeljük. Vannak cégek, pofára akár egy festményre kívánkozó alma. És ha beleharapunk, mit találunk? Na, mit találunk?
Egy kukacot, Máderholc úr, de ne rohanjon vele a sajtóhoz. De Köster úr, hiszen ismer? Éppen ez az. Problémák a biztosítással. Baleset volt, vagy sem. Gyilkosság, öngyilkosság, vagy baleset. Jó reggelt. Jó reggelt. Láttad már az újságot? Nem. Valami érdekes? Azt hiszem. Nézd csak meg. Erdmann lezuhanásáról van szó. Képzeld el, 4 nappal ezelőtt találkoztam Máderholccal egész véletlenül ott fenn a tetőn. A mi Máderholcunkkal, a biztosítóval? Igen, vele. Már is problémák vannak a biztosítással. Gondolom, a sógor és az özvegy nem kis bosszúságára. Az Isten fáját! Kérem, kérem! Ez minősítetetlen! Illapodjon, Mogge úr, azt sem tudom, hogy itt van-e egyáltalán közben. Majd meglátjuk, hogy itt van-e vagy sem. Előbb jöjjön be. Mit akar ezzel elérni? Ami mondani valóm van, azt neki magának akarom elmondani, méghozzá most. Hé, mi folyik itt? Ez egy összeesküvés. Egy gyalázatos színjáték kiosztott szerepekkel. De velem ezt nem csinálhatják, Köster úr. Velem nem. Akkora balek nem vagyok. No lám, valamennyi újság. Ragyogó összjáték, bűnügyi rendőrség, sajtó, biztosító. A takarékossági hullám jegyében mi? És a lakosság számlájára, de nem az enyémre, Köster úr. 3 javaslatom volna, Mogge úr. Üljön le, állítsa magát takarékra, és ismételje meg a panaszait egyenként, hogy meg tudjuk válaszolni. Jó? Köster úr, 10 napja emlékszem a beszélgetésünkre a barakban, majd azt követően a sógornőmnél. Ön azt mondta, hogy a helyszínen talált minden nyom balesetre vall. Így is van, Mogge úr, és ez még most is áll. De ilyen nyomokat akár konstruálhatott is egy gyilkos vagy egy öngyilkos. Na persze, és most erre támaszkodik a biztosító. Ugyanis vonakodik fizetni, Köster úr. Kételkedik a balesetben. És honnan ered ez a kételj? Csak is önöktől. És kikürtöli szét még az újságoknak is. Hát én nem, Mogge úr, és a munkatársaim sem. Épp most olvastuk akárcsak a többi újságolvasó. Mekkora az a biztosítási összeg? 1,5 millió. Balesetnél a duplája. Mindketten biztosítva voltunk. Kölcsönösséggel. Miért kölcsönösséggel? Miért? Mert ez egy veszélyes szakma. Nagy a kockázat. Ebben igazat kell adnom ennek. Nem kétséges, hogy itt nagy a kockázat. Vásároltál? Igen. Bennél is voltam. Meg tudnád javítani neki? Akadozik a továbbító. Megcsinálom. Üdvözöl. Köszönöm. És kérdezteti, hogy segíthetnék-e neki pár órát a drogériában. Árut kell átrakni. Délelőtt vagy délután. Hogy jobb neked? Nekem? Tőlem akár egész napot maradhatsz. Mondd csak, nem türelmetlen? Nem kérdez a pénz után, amit ígértem? Nem is fog, soha. Hisz ismered. De mi ez a rengeteg újság? Ki hozta neked? Senki. Magam vettem itt a standon. Jó sok pénzed lehet. Hozd lát a telefonkönyvet. Mogge úr, telefon! Nem érek rá. Nagyon fontos. Pillanat. Ki az? Nem tudom. Azt mondta, nagyon fontos. Ő mondta. Mogge, kivel beszélek? Ezt hogy érti? Ehhez semmi köze. És amennyiben egyike a nagyokos biztosítási nyomozóknak, akkor... segíteni akar. Miféle bizonyítékok? A biztosítási híjénak leszerelésére.
Az ön követelése jogos. A sógora nem lett öngyilkos. Bizonyítékaim vannak rá. Nem. Nem telefonon. Nem, oda semmiképp. Nézze csak, Mogge úr, ajánlanék egy semleges helyet. Mondjuk egy óra múlva. Rendben van. Legyen akkor... Mogge úr! Hát maga volna. Igen. Én volnék. Sokat járok ide. Jóformán naponta. És a tiszta az ég éjjel is. Egyszer egy olyan vihart értem itt meg, hogy azt hittem, eljött a világ vége. Nem térne a tárgyra, uram? De, Mogge úr. Parancsoljon. Köszönöm. Na, megy a dolog? Miféle dolog? Hát a közvetítés. Azzal a szigetelő anyaggal. Ja, az. Megfenek lett. A vevő nem tud dönteni. Akkor mégis vissza kell térned a házasság hirdetésekhez. Hagyd el, jó? Apád semmit sem mondott. Csak nem képzeled, hogy fel tudja hajtani azt a pénzt. Ő mondta. Na, mit szól ehhez? Bámulatos. Tehát maga volt. Kicsoda? Aki felhívta a rendőrséget. Gyilkosságról beszélt, aztán gyorsan letette a kagylót. Miért nem ment ezekkel a fotókkal mindjárt a rendőrségre? Nem akartam ilyen ügybe belekeveredni. És most? Most, hogy öngyilkosságról olvastam, és hogy a biztosító ezért nem akarja azt a sok pénzt kifizetni. 1 millió. Állalapokban. Az újságírók mindig túloznak. Csak hát ez a fotó, akárhogy is nézem, semmit sem mond nekem. Valamiféle anyaghalmaz. Két figura arc nélkül. Az egyiknél egy botféle, de... Hogy ki az illető és mit csinált vele? Hát talán ez a fotó nem sokat segítene, de ha volna még néhány nekem, ami élesebb, azokkal fizetésre kényszeríthetné a biztosítót, garantáltan. Megkaphatnám? Igen. A negatívokat is mindegyikről? Igen. Jó kis masinája lehet. Egy közönséges kis filmes. De a lencséje ezres teleobjektív. Saját gyártmányú. Ez igen. Kedves, még mindig nem tudom a nevét. Nem is kell tudnia. Mit kér a fotókért? 65 000 márkára van szüksége. Nem csekkben,
KP. És sürgősen. Ez méltányos. Még ki tud róla? A felesége? 10 éve özvegy vagyok, egyedül élek. Jó. Megegyeztünk. 65 KP. Ma este. Rendben. Hol és mikor találkozunk? Legjobb újra itt. 11-kor. Pontos leszek, Mogge úr. Először azt hittem, azért zuhant le, mert a fék felmondta a szolgálatot. Vagy ilyesmi. És aztán mit hitt? Aztán azt hittem, cserbenhagyásos gázolás. Ittas vezető. Az éjjeli sötétben későn vette észre a tolókocsist. Majd a halottat a járgányával elvontatta az útról, és elhelyezte a szikladarabok között. És mindkét feltevés megdőlt? Igen. Ezt az embert leütötték. Zúzódás a koponyatetőn, semmi más sérülés. Zúzódás a koponyatetőn. Ön szerint ez nem következhetett be a zuhanástól, vagy attól, hogy egy autó elgázolta? Nem. Oda fektették a kövek közé. Nagyon dekoratívan. És a kocsiját is. Köszönöm, doktor úr. Kérem. Böminger úr, mi történt a tolószékkel? Szétszerelték, aztán a halott mellé fektették. Igen. Úgy is néz ki. Azonosítottad? Nálam van az útlevele, Konrad Pausennek hívják. Megvan a címe is? Igen, megvan. Eredj oda. Én? Hát ki más? De Köster úr, hiszen na, tudja, jó, hogy... gyere, akkor együtt megyünk. Gyere. Bocsánat, egy pillanat. A vasalón. Hát tessék. Kisasszony, az apja... Ja, róla van szó, fenn van a padlásszobában. Néha ott ül egész éjjel és fotózza a csillagokat. Ez a hobbija. Felmennek az urak, vagy hívjam le? Megnézte, hogy fenn van-e? Nem, minek? Hisz ismerem őt. De úgyis mindjárt jönnie kell. Igaz is, mit akarnak tőle? Tőle semmit, kisasszony. Magához jöttünk. De sajnos nagyon szomorú hírrel. Nem értem. Hogy értik ezt? Egy pillanat. Nincs itt a tolószék. Szóval... két kocogó talált rá ma reggel az Olimpia hegy lábánál, a szikladarabok közt, a tolószéke mellett. Meghalt? Igen. Kérem, jöjjön be. A tettes, vagy tettesek csak aztán fektették oda, hogy balesetnek tűnjék, de nem volt az. Akkor most menjek fel? Pausen kisasszony megengedi, hogy a kollégám körülnézzen a padlásszobában. Hát, ha találunk valami kapaszkodót. Tessék. Thank you.
Elég különös ember volt. De mindig nagyon jó apa volt. Órákhoz te tudott mesélni arról, hogy mi mindent vesz nekem, ha Teri találata lesz a lottón. Ebben rendületlenül bízott. De sose ütött be, igaz? Persze, hogy nem. Máskor meg napokig a szavát se lehetett venni. Volt, hogy hetekig, és éjszakákon át az eget bámulta. Teszek egy kis sétát a tejúton, mondta ilyenkor. Hogy is volt azzal a barátjával, akiről beszélt, azzal a drogistával? Hogy is hívják? Klages, Ben Klages. Még az iskolából ismerjük egymást. Bérli ezt a drogériát. És most kedvező áron megvehetné. És nincs rá pénze? Nem elég. Még hiányzik 65 000 márka. De minden lehetőt megpróbált. Biztosítási ügyletek és hasonlók. De minden hiába. Végül ezzel a házassági hirdetéssel próbálkozott. Adódott is valaki. De apa meg akarta akadályozni. Azt mondta, ne siess el a dolgot. Ő majd előteremti a hiányzó pénzt. Csak legyünk egy kis türelemmel. Igen. És vajon hogy gondolhatta ezt a hiányzó pénzt? Én nem vettem komolyan, Közter úr. Azt gondoltam, most is álmodozik, mint a lottójával. Mit szúrtál ki? Egy fürdőkádból kiszálló hölgyet, mi? Nézzen csak bele. Ez az az építkezés, az. Ahol... Úgy-úgy. Ahol a... Van még valami. Jöjjön. Hát ez fantasztikus. Fantasztikus. De bizonyítéknak természetesen édeskevés. Mert nem felismerhetők a figurák? Nem csak azért. De készülhetett 3 órája, 3 hete vagy 3 napja. Ez önmagában semmit nem bizonyít. De nekünk rengeteget segít. Már tudjuk, mi történt valójában vasárnap reggel. És azt is, miért kellett az öreg úrnak meghalnia. Jó, akkor kezdjük az elejétől iskolás módra. Kinek van haszna Erdmann halálából? Mogge úr, csak egy perc. Mit akar már megint? De Mogge úr, jó, még én mondtam, hogy nem aktuális. Na. Martin. Igen? Mi van abban figyelemre méltó, hogy Erdmanné a sógorával kijön a közös vállalat épületéből? Hát nagyon izgatottan vitatkoztak. Mind vitatkoztak izgatottan? Azt nem tudom. Túl messze voltam ahhoz, hogy egy szót is halljak. Semmi új. Ez volna hát minden, amit kettejükről ki tudtunk deríteni. Lehet, hogy elveszi a nőt, és akkor az övé lesz minden. Jó, jó, jó. Ne keverd össze a tényeket a feltevésekkel. Igaz is. Volt ott még valaki, aki sürgősen beszélni akart Mogge úrral. De elég durván elutasították. Ki volt az? Követtem.
Klages drogéria. Hans Sachs Strasse. Klages? Igen. Ne menjünk inkább ide hátra. De igen. Menjünk csak. Erre tessék. Ide? Igen, igen. Kissé szűken vannak itt, igaz, Klages úr? Igen. A raktározás, ez a legnagyobb problémám. Minden tartanom kell, amit a vevő megkívánhat. Ha este a tévében meglát egy új mosógépet. Egyedül nekem... csinál itt mindent? Időnként Helga besegít. Biztosak benne, hogy nem baleset volt? 100%-ig. De hát ki? Ki tehette? És miért? Nem is gyanítják. Klages úr, mit akart Mogge úrtól? Sejtettem, hogy megkérdi. Ugye figyelteti Mogge urat? Most én kérdezek, Klages úr. Ó, bocsánat. Egy megbízást szerettem volna tető alá hozni. Egy volt iskolatársam újfajta szigetelő anyagot állít elő. Ha van időm, ügynökösködöm neki provízióért. Egy pillanat. Mindjárt jövök! Erdmann és Moggénál majdnem sikerült. Egy nagy megrendelés. Erdmann úr ellene volt, Mogge úr mellette. De mikor Erdmann úr halott volt, Mogge úr nem akart többé tudni róla. Olyasmit mondott, hogy nem kockáztathat. Aztán még párszor megpróbáltam, de hiába. Ellenőrizni fogjuk. Gondolom, meg tudja adni az iskolatársa nevét. Természetesen. Már is felhívhatja. Klages úr? Igen? Ha úgy van, ahogy ön mondta, megkérhetnénk egy szívességre. Ehhez meg mit szólsz? Nézd csak meg. Igen. A rohadt életbe. Asszonyom, Közter úr a bűnügyi rendőrségtől. Kéretem. Igen. Fáradjanak be, kérem. Köszönjük. Jó napot. Jó napot. A biztosítási űrlapot tanulmányozzák? Igen. Az ügy egyre komplikáltabb lesz. A sógorom épp kioktat. Jó napot, Mogge úr. Azt hiszem, jó hírem van az ön számára, és az ön számára is. Ránk férne már. Foglaljanak helyet. Köszönjük. Köszönjük. Nos, a hír, mint minden jó hírnek, ennek is van sajnos egy kis keserű mellékíze. Az ura nem lett öngyilkos, Erdmanné. Őt megölték. Tehát a biztosítónak fizetnie kell. Megölték? Biztos benne? Igen. És a tettes, elkapták már? Nem. Van ugyan egy fotónk, de... Tessék, Mogge úr. Mi volna ez? Két munkás valamilyen anyagot rakosgat. Nem, nem. Két férfi egy magas ház legfelső szintjén. Aki itt gubbaszt, a sógora. És ez itt a gyilkosa. Elképzelhető. Honnan van ez? A fotót egy saját gyártmányú ezres gyújtó távolságú teleobjektívvel készítette valaki. Egész véletlenül. Az illető egy ezermester és amatőr asztronómus. Béna volt tolószékhez kötve. És most megpróbált a fotóból pénzt csinálni a tettes vagy a tettesek megzsarolásával, ami az életébe került. A második gyilkosságot is balesetnek akarták álcázni, de nem sikerült. Fusi munka. Tudják már, ki volt? Nem, sajnos még nem. Az az ember, mármint a tolókocs is, halott. Nem segíthet nekünk. Az. De van még egy szemernyi reményünk. Ezt hogy érti? A halottnak van egy barátja, egy fiatal drogista a szomszédságban, annak is van fotolaboratóriuma. Valószínűnek tartjuk, hogy mindent tud az öreg úrtól. Sőt, biztosak vagyunk benne. Egyébként ön is ismeri. Klages úr az. Őt kérdezték már? Hogyne, de mindent letagad. Valószínűleg nem akar belekeveredni, vagy pedig
Ő akar pénzt a fotókból. Csak nagyon fél. De reméljük észre tér és segíteni fog nekünk, mint ahogy ön is segít nekünk, ugye, Mogge úr? Természetesen. Igen. Tessék. Mi? Ne hülyéskedj, a pénzemet akarom. Mi? Még azt is, nem vagy észnél. Uramisten, na jó, hol és mikor? Igen, igen. Aha. A fenébe is. Csinálod, biztonságban leszünk. De ha olyan gyatrán, mint az Olimpia hegynél, akkor megnézheted magad. Egy drogéria, tele gyúlékony folyadékokkal. Csak hozzá kell segíteni. Mármint nekem? Ne. Ez nem egy személynek való munka. Vagy segítesz, vagy egyedül csinálod a disznóságodat. Rendben van. Dupla pénz. Dupla pénz, és velem jössz. Ez még fönn van. Na is. Nem csinálom. Várj! Gyerekjáték. Pont mögötte az ajtó. Különben is mindjárt elalszik. Dobja el. Forduljon meg egész lassan.
Köszönöm, Mogge úr. Sokat segített. Az Öreg című bűnügyi filmsorozat Séta a tejúton című epizódját látták. Írta Bruno Humble. Az Öreg szerepében Siegfried Lovitz, magyar hangja Avar István. További magyar hangok. Sebestyén András, Vas Gábor, Gruber Hugo, Kökényesi Ági, Koroknai Géza, Rátóti Zoltán, Hangó Attila, Menszátor Magdolna. Magyar szöveg Kálmán Éva, hangmérnök Bétin Viktor, rendezőasszisztens Kasperdik László, vágó Kern Mária, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Somló Andrea. A film zenéjét Péter Tomás szerezte. Fényképezte Dietmar Graf és Tomás Kitt. Filmet rendezte Dietrich Hauck. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.